Ezek a felvételek egy évvel ezelőtt készültek a 15. napkori böllérversenyen. A rendezvény minden évben nagy sikerű, több mint 10 000-en látogatnak ki a nyírségi településre ilyenkor. A szervezők a rendezvény hivatalos sajtótájékoztatóján elmondták, a népi hagyományoknak megfelelően idén is mangalicát dolgoznak majd fel a csapatok. Élve érkeznek a mangalicák a helyszínre, és a csapatok a kábítás kivéreztetés után fogják ezeket a mangalicákat feldolgozni. Tehát ami a csapatoknál megjelenik, az kizárólag is csak mangalica. Eddig 16 csapat jelentkezett a napkori böllérversenyre, de sokan a helyszínen szoktak bejelentkezni, ezért a szervezők 20-22 csapatra számítanak. Az ő kínálatukat értékeli majd a szakmai zsűri. Kezdünk a pálinkával legelőször is, a jó pálinkát föl kóstolgatni, majd forralbor, ugyanúgy elkészül a hurka, kolbász, taras káposzta. Ezek az alapkategóriák, de mindig vannak külön díjak, ahol a legfiatalabb böllért, a legjobb böllért, a legidősebb böllért. És minden évben készültünk most egy olyan díjat, ugyanúgy a legrészegebb csapat. Mindig szenzációs sikerünk van, azt mindig látja, de általában a közönséggel hasonló vélemények a közönséggel is. Legbulisabb csapat, ez mindig nagyon jó, mert ugye az emberek bulizni neki. És az rendezvény arról szól. A tájékoztatón a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke elmondta, a térség egyik legnagyobb és legsikeresebb rendezvénye a napkori nemzetközi böllérverseny. Nem csak fesztiválként, nem csak programként lehet rá tekinteni, hanem egy olyan rendezvényként, amely az év első nagy rendezvénye, és ebben a holt időszakban, amely kimondottan nem tartozik a turizmusnak, azon hónapjai közé, ahol vándorolnak a magyarok, vagy éppen a nemzetközi turisták átvándorolnak itt a megyén. Ez egy olyan rendezvény, amely vendégészaka bővülést mutathat január hónapban, úgyhogy legyünk hálásak érte, mi nagyon-nagyon köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a rendezvénynek. A napkori böllérverseny január 14-én szombaton lesz, a szervezők fél óránként külön buszjáratot is indítanak a rendezvény helyszínére Nyíregyházáról az autóbuszállomásról.